Mindenkit sok szeretettel köszöntök, Primus Péter vagyok, előadásom címe Messzes talajstabilizáció alkalmazásának tapasztalatai az erdészeti útépítésben. A gazdasági utak létesítésénél fontos szempont az építési költségek csökkentése, ezért az erdészeti utak megvalósításakor állandóan keressük az építési költség csökkentésének lehetőségeit. Hazai körülmények között a kötött talajú földművek anyagának felhasználása jelent problémát különösen erősen csapadékos területeken. A megoldást a messzes talaj stabilizáció jelentheti. Jelen előadás, az a Tanszéken elvégzett kutatói és tervezői tevékenységekből ad rövid áttekintést. A messzes stabilizáció alkalmazásának tapasztalatait az erdészeti útépítésben három példán keresztül szeretném bemutatni. Az egyes építési helyszínek a térképen fel vannak tüntetve. Az erdészeti útépítések világkorát az 1960-as, 70-es évekre tehetjük. Ebben az időszakban azoknál az erdőgazdaságoknál, amelyek kőben szegény vidéken gazdálkodtak, keresték a hiányzó vagy drága kőanyag kiváltásának lehetőségeit. Az első mély építése 1959-re tehető, és a kisbálapáti kéri úthoz kötődik. Az építési technológiáról és a kezdetleges problémákról Szirágyi József Erdőfeltárás Somos megyében című munkájában olvashatunk bővebben. Itt én most csak pár képpel kívánom felidézni ezeket az időket. Ezen a fényképen az látható, ahogyan a mézpor zsákokba ki lett adagolva a kész földmű felületén. Itt a mézpor kiteregetése figyelhető meg, látható, hogy az építőmunkások közvetlenül védőruha nélkül kerülnek kapcsolatba az égetett mézporral. Az unimog, mint univerzális vezérgép, végzi a mézpor és a talaj összekeverését. Az elkészített, betömörített földművet sajátgyártmányú vizes rajkocsival kezelték utó. Végül elkészült a messzes útalap, amelyre zúzott kőterítés került. A bemutatása kerülő archív felvételekkel csak az egyes technológia lépések nyomonkövetését, illusztrációját szerettem volna bemutatni az érdeklődőknek. Sajnos a 90-es évek elejére az erdészeti útépítés területén elért eredmények sajnos a feledés homályába merültek egészen 2004-ig, amikor újra intenzív kutatásnak indult a téma az erdőfeltárási tanszéken. 2006-ban megépült több előzetes laboratórium kutatás után a Bánokszentgyörgyi Kísérleti út. Hogy miért volt szükség a kísérleti útra? A választ Kézdi professzor szavai adják meg. Sokszor elhangzik az a vélemény, hogy a talajstabilizáció bizonyos mértékig még ma is művészet, s csak részben mérnöki tudomány, és ebben az állításban van is némi igazság. A kísérleti út célja a messzes talajstabilizáció pályaszerkezetben betöltött szerepének és a ráépített pályaszerkezetek forgalomállóságának vizsgálata volt. Az alkalmazott építési technológia a diatetején követhető nyomon. A kísérleti út megépítése után állapotfelvétel történt, majd 2007 és 2008 között műforgalom telhette. Később az utat átadtuk az erdészeti falnyagszállításnak, az utolsó méréseket 2014-ben végeztük el rajta. Az elvégzett mérésekről és vizsgálatokról a későbbiekben még bővebben fogok beszélni. A kísérleti út földművének talaja közepes agyagtalaj volt, szélessége pedig 5,8-6 méter között változott. A kísérleti útszakasz első 360 méterén 15, 25, 35 cm-es mélystabilizációs rétegekre 9 darab egyenként 40 méter hosszú aszfalt és makadán burkolatú különböző vastagságú pályaszerkezet épült. A pályaszerkezett variáció felépítésének tervezésénél abból indultunk ki, hogy minden rétesor azonos teherbírású legyen. A méstabilizáció teherviselő képességének jobb megismeréséhez, az egyik variáción csak 35 cm-es méstabilizáció épült meg, 2 cm-es zúzaléterítéssel. Az összehasonlítást egy hagyományos rétegrendet alkalmazó kontrollszakat biztosította, itt a mély stabilizáció helyett homokos kavics épült meg. A kísérleti út mély stabilizációs rétegét egymenetes géplánc építette meg, a dián, az önjáró talajmaló figyelhető meg, amely kiváló teljesítménnyel rendelkezik, és a stabilizációt is kiváló minőségben tudja elkészíteni. Egyetlen hátrányos tulajdonsága van, mégpedig a méretei, hiszen ezekből fakadóan nem a legpraktikusabb vezérgép erdészeti körülmények között. Az építés után közvetlenül tapasztalható volt a kezelt talaj tehelbírás növekedése. A méz talaj reakció időben elhúzódó folyamat, ezért a teherbírás változást is több módszerrel követtük nyomon. Statikus és dinamikus tehelbírás méréseket végeztünk el. Egy számomra kedves felvétel, amikor a teljes tanszék a telepen dolgozott és méréseket végzett a kísérleti úton. A kísérleti úton végzett mérések alapján a mély stabilizációs rétegek saját moduluszára 500 megapaszkáros értéket kaptunk, ami közel esik a jól betömörített, folyamatos szemeloszlású, zúzott körréteg moduluszához. Ez az eredmény lehetővé teszi, hogy a mélyszerkezett talajrétegeket pályaszerkezeti rétekként vegyük számításba a későbbiekben. Az egyes pályaszerkezet variáció forgalomválóságát műforgalommal vizsgáltuk. A műforgalmat különböző raksúlyú rakott tehergépkocsi közlekedtetésével oldottuk meg, a valós forgalmi terhelés pedig 100 kN-os számítottuk át az ábrán a műforgalom időbeni eloszlása, lefolyása követhető nyomon. Sajnos a kontrollszakasz már az első terhelési ciklus alatt önkement, az elvárt élettartalmat sem hozta. Ezért a későbbiekben csak az egyes, mészes stabilizált szerkezeteket tudtuk egymáshoz viszonyítani a műforgalom előtt és után szubjektív állapotfelvételt és kézi behajlásmérés végeztünk Benkelman tartóval, hogy nyomon kövessük az egyes pályaszerkezetek leromlását. A levomnási görbékből jól látható, hogy a 25 és 30 cm-es esetében a maximális behajlás 1,5 és 2,5 mm, míg a 15 cm-es mélystabilizációra épült szerkezetek esetében ez 3,5 és 4 mm között volt. Azt is megfigyelhetjük, hogy hosszabb, forgalommentes időszakok után a szerkezetek regenerálódnak, a behajlásértékek jelentősen lecsökkennek. A kísérleti út még 2014-ben is szolgálta a fanyagszállítást, több mint 20 ezer köbméter fanyagot szállítottak le rajta. Az erdészeti forgalom 3000 darab egysétengei áthaladásnak felelthethető meg. A műforgalom után egy-egy kiválasztott szerkezet állapota látható a fényképeken. A baloldali keréknyomban tapasztalható hárós repedések a nem megfelelő vízevezetésből adottak. A kísérleti útszakasz tapasztalatai alapján az erdőfeltárási tanszék megtervezte a nyírerdő 2,5 és fél kilométer hosszú lónyai másodosztályú erdészeti útját, amelynek legalsó alaprétege a helyszíni kötött agyattalaj messze stabilizációjával készült. A kiváló minőségben megépített mély stabilizációs rétegre zúzott kőpálya szerkezet került, amelynek járhatósága azóta is kiváló. A lónyai út építésekor már vontatott kötőanyagadagolót alkalmaztak. A mészel történő talajstabilizáció eredményes kivitelezéséhez szükséges, hogy a vezérgép megfelelő teljesítménnyel rendelkezzen. Ennél az útnál a vezérgép egy mezőgazdasági vontatóból és egy a talaj felmarására alkalmas speciális adapter talajmaró párosításából tevődött össze. A vontató névleges teljesítményének legalább 200 lóerő körül kell lennie, és fontos, hogy mászó fokozattal is rendelkezzen. Természetesen tömörítés nélkül a mély stabilizáció még nem teherbíró, ezért azt legalább 15 tonnás gumihengerrel, júlábhengerrel elő kell tömöríteni, majd nehéz földmunkahengerrel elvégezni a mély tömörítést. Ha egy földutat mészes stabilizálunk, nagyon fontos, hogy az elkészült mély stabilizáció felületére mindenképpen tegyünk legalább 3-5 cm vastagságban zúzott körréteget, és azt be kell hengerelni nehéz földmunkahengerrel. Ennek a rétegnek az a feladata, hogy megakadályozza a mésztabilizáció felületének az elnedvesedését, úgynevezett elnyárkásodását csapadékosabb időszakban. A képen látható földút mészel volt stabilizálva, mégis egy nagyobb csapadékesemény után nagyon nehezen lehetett keresztül hajtani rajta egy összkerekes mikrobusszal. A keresztülhajtás pedig nem is volt mindig olyan egyértelmű minden szervényben. Ezen felül az érdesítő rétennek még az is feladata, hogy a broncsok radírozó hatását csökkentse, ezzel a mélystabilizáció hatékony vastagsága megmaradjon. Közeledve az eladásom végére egy gondolatébresztő képet szeretnék mutatni a kedves közönségnek. Az ország adottságai tekintve az egyik megújuló energiaforrás a biomassa. A megtermelt biomassa energiasűrűsége igen alacsony. A kép alapján beláthatjuk, hogy a szállítási távolság mellett a szállítópálya minősége is kritikus a tényleges energiamérleget tekintve. Könnyen belátható, hogy a vontató több energiát használhat fel, mint amennyit azt, a lakományából az aprítékból előmű útján ki tudunk nyerni. A mészes stabilizált földutak jelentősége ezért nem is olyan csekély, mint azt elsőre gondolnánk. Zárásként összefoglalnánk a legfontosabb megállapításokat. A méstabilizáció önálló pályaszerkezeti létekként is figyelembe vehető gazdasági utak tervezésénél. Minimum 25-30 cm vastag méstabilizáció építése szükséges állékony szerkezetek létehozásához. A mészes stabilizált földutak alkalmasak kis forgalom mellett a biztonságos és gazdaságos közlekedésre, a méstabilizáció költséghatékony megoldás kőben szegény területeken. Végül pedig. Szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen!